Williams Televízió. Tisztelettel köszöntöm a Williams Televízió valamennyi kedves nézőjét. Önök a Kikötő című magazin műsorunk idei első kiadását láthatják. Aktuális témákkal foglalkozunk a következő 15-20 percben. Stúdiónk vendége dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő. Szép jó napot kívánok, és ha már itt vagyunk, akkor mindenkinek természetesen, mivel 2015 első ilyen alkalma, nagyon jó egészséget és sok boldogságot kívánok. Köszönjük a kedves nézők nevében, és képviselő, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az év eléggé izgalmas volt már az elmúlt 20 nap is, hiszen ez a felvétel január 20-án készül, nagyon sok minden történt, ezekről az aktuális témákról lesz a következő percekben. Az elmúlt napokban, hetekben több fogadóórát is tartott a térségben. Milyen témák kerültek napirendre? Egy képviselő munkájának az egyik legérdekesebb, legizgalmasabb, és ebből a szempontból a nyilvánosságra tartozás okán a legszűkkörűbb alkalma egy-egy fogadóóra. És ilyenkor olyan emberi sorsokkal találkozik egy képviselő, amikre nem is biztos, hogy sokszor sok mindenki föl van készítve. A nagyon kemény személyes problémáktól a nagyon komoly társadalmi problémákig széles az a paletta, amivel megkeresnek. Ebben a választókerületben, amiben tavaly nyertem, valóban ezek volt az első olyan fogadóórák, és a régi dolgokhoz képest itt is ugyanazok jöttek elő. Nagyon kemény személyes sorsok, fűtés, bank kérdések, és nagyon sok közlekedéssel kapcsolatos kérdés is érkezett, ami most éppen sláger téma is. És erről ez magas labda volt, ezt le kell, hogy csapjam. Tehát a közlekedés akkor nyilvánvalóan a főutak, illetve az M0-ás fizetősététele, ez azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, kicsit keményen fogalmazva, hogy kiverte a biztosítékot a lakosság körében. Mondhatjuk, hogy ezzel indult az új év. És itt a főutakról, M0-ásról és a térséggel kapcsolatban is nyugodtan mondhatjuk, hogy több önkormányzat is megfogalmazta a saját maga véleményét. Pontosan tudom, hogy Üllővecsés és Gyál képviselőtestete határozatot is hozott, amiben tiltakozásokat fejezik ki. Igazából egy kicsit próbáljuk meg finomítani a dolgot. A fogadóórákon nem csak ilyen kérdések vetődtek fel, hanem azért a közlekedésnek másik részei is, busz, volánbusz és vonatközlekedéssel kapcsolatos dolgok is, de valóban igaza van, az elmúlt heteknek az egyik legizgalmasabb kérdése az az autópálya matrica rendszeri változtatás, amit egyébként nagyon komolyan mondom itt ebben az orgánumban is, támogatni lehet, hiszen az a megyei pálya, a megyei autópálya matrica rendszer, amit kialakítottak, elveiben szerintem helyes. Én abban láttam a problémát, és erről is nyilatkoztam több helyen is, hogy az előkészítés az vont némi kívánnivalót maga után, hogyha az egyeztetésekbe előbb bevonják az önkormányzatokat, pontosan tájékoztatják őket arról, hogy mely utakra kívánják bevezetni ezeket a változtatásokat, akkor felkészültebbek lehettek volna az önkormányzatok is, meg maguk az állampolgárok, akik használják ezeket az utakat. Én abban látom az elmúlt heteknek, napoknak az eredményeit, hogy jó néhány helyen azért sikerült fölhívni a figyelmet arra, hogy az elv az nagyon helyes, viszont az élet a sok esetben olyan változtatásokat igényel, amit remélem a következő napokban meg is fog hozni a kormány. Talán éppen a holnapi napon fog tárgyalni először a kormány arról, hogy melyek azok a szakaszok, és ebbe például itt a Vecsési a repülőteret érintő szakaszt én mindenképpen várom, hogy ki lesz belőle véve, és a többi helyen pedig meglátjuk, hogy milyen sikeres lesz az a tevékenység, amit a képviselők meg az önkormányzati szövetségek elindítottak. Miniszterelnök úr úgy fogalmazott, hogy próbaüzem zajlik, ez a gépház zaja teljesen természetesnek nyilvánította ezt az elmúlt heti Kossuth Rádióban adott nyilatkozatában, hogy egyfajta tiltakozás hullám indult be, és ahogy ön is említette, január 21-én kormányülésen is napirendre kerül ez a téma, és nem is a megyei matricákról van itt szó, mert szerintem ez egy jó húzása volt a kormánynak, illetve
támogatandó jogszabály is lehet, hiszen sokan nem az egész országot utazzák be, hanem 3-4 megyét, tehát sokkal jobban járnának, mint egy éves matricával, hanem az M0-ás. Az az, ami fő csapás irány. Erről nagyon sok és régi vita van, hogy ez az M0-ás az valóban bele tartozik-e, vagy bele kell-e tartozni ebbe a fizetős körbe. A környékünkön lévő országunkban van erre, meg ennek ellenkezőjére is példa. Én azt gondolom, hogy maga az a dolog, hogy egyébként az M0-ás a teherautók számára eddig is fizetős volt, az mindenképpen azt hozza magával, hogy talán nem baj, hogyha az M0-ás is belekerül ebbe a dologba. Én itt inkább azt a furcsaságot vetném föl, hogy az M0-ásnak itt a környékünkön lévő szakaszainak is vannak olyan részei, amelyik Pest megyei, majd hirtelen bemegy a fővárosba, és utána megint Pest megyei lesz. Ezt a kérdést nem oldotta meg még igazából jól ez a rendszer, és azt gondolom, hogy ezt kell mérlegelnie. Ha egyébként az a döntés fog születni, hogy az egész M0-ás maga is fizetős lesz, és egy megyei matricával használható, akkor én azt gondolom, hogy nem okozunk nagy érdeksérelmet. Én azt kérem, és azt fogom képviselni itt a helyi érdekek képviselőjéként, hogy próbáljunk meg transzparenssé tenni, hogy hány, mekkora összeg van ebből a megyei matricából, amit az M0-ást érinti, és próbáljunk egy olyan elszámolást tenni, hogy ezt az összeget mire használja majd a közútfejlesztésben a kormány. Ugye tervek szerint február 1-ével áll be az új rend. Így van. Az is kiszivárgott hír ezzel kapcsolatban, még hogy még egy utolsó kérdést feltegyek ebbe a témában, hogy az első lehajtó, tehát a megye határ utáni első lehajtók az úgy néz ki, hogy nem a következő, tehát nem kell kifizetni a következő 5000 forintot. És ez főleg a Balatonra utazók számára egy fontos dolog lehet, illetve a hidak esetében. Ez egy érdekes mondat, mert igazából, itt, hogyha lehet egy kicsit még bonyolítanám a helyzetet, amit itt folyamatosan a politikai ellenfelek próbáltak meg ebben a történetben zavarkeltés címén is, okán is elmondani, ez nem egy törvény. Tehát erről egy miniszteri rendelet határoz. És ennek a miniszteri rendeletnek vannak olyan részei, amik eddig is azt mondták, hogy minden autópálya M0-ást követő, és akkor még nem megye határokról beszélt első lehajtója az ingyenes, és ebből a szempontból ez a változtatás is azt próbálja meghozni, hogyha valaki véletlenül halad túl egy ilyen szakaszon, akkor ne kelljen őt megbüntetni. Ebből a szempontból ez a változtatás ez mindenképpen szerencsés. Térjünk át, kedves nézők, a második témánkra, ez pedig szintén egy súlyos zsebbevágó téma, ez pedig a svájci frank hitelek kérdése. Képviselőről azt hiszem nem mondok úgy, hogy sajnos a múlt héten robbant a svájci frank, ez pedig ugye azt jelenti, hogy megszűnt az euróval szembeni 1,2-es árfolyam küszöb, egyben még jobban mínuszba vágták az alapkamatot. Ugyan a kormány ugye a múlt évben törvényt alkotott, és január 1-jel meg is oldotta a lakáshitelek, a jelzálog alapú lakáshitelek forintosítását, viszont ez a törvény nem vonatkozott az autóhitelekre és a svájci frank alapú személyhitelekre. Tervez-e a kormány hasonló lépést megsegíteni a lakosságot, vagy pedig nem? Álljunk meg itt egy pillanatra. Talán emlékeznek sokan a tavalyi év történéseire. Az önkormányzati választások után az egyik legizgalmasabb kérdés az volt, hogy milyen hitelesmentő törvényt fog elfogadni a parlament, és ebben kiket talál meg kedvezményezettként, és kik lesznek azok, akik ebben a dologban elszámoltatásra kerülnek. Talán ön is emlékszik rá, a 2015-ös évet a bankok elszámoltatásának évére apostrofáltuk, és azt mondtuk el a költségvetésre is, hogy ezzel fog foglalkozni a parlament, és megpróbálunk az embereknek olyan lehetőséget biztosítani, hogy a régi hiteleiktől úgy tudjanak menekülni, hogy forintosítjuk. Emlékszik talán azokra a vitákra is, hogy miért azon az áron forintosítja a törvény a hiteleket, mint amilyen árfolyamon akkor rögzítettük. Ezek a kérdések akkor bennünket nagyon komoly támadásként értek, és a politikai ellenfeleink azok nagyon komolyan megpróbáltak bennünket beszorítani egy olyan helyzetbe, hogy mi vagyunk azok, akik az emberek ellenfelei vagyunk. Talán nem véletlen, hogy ezt a törvényt 116 fideszes KDNP-s
parlamenti képviselő szavazatával fogadtuk el, a komplett ellenzék nem vett részt ebben a szavazásban, és nem támogatta azt, hogy az emberek mellé álljon a kormány és a parlament, hogy ezeket a hiteleket rendezni lehessen. Most nagyon mértékletesen és nagyon csendben mondom, hogy ebben a helyzetben bárkinek jobb lenne, hogy egy kicsit csendben maradna, és inkább azt mondaná, hogy köszönjük szépen a parlamenti képviselőknek, hogy ezt a törvényt meghozták. No, nem az emberek, mert ez a felhatalmazásunkból ered, hiszen az emberek mondták azt, hogy ez a mostani parlamenti képviselet döntsön ebben a kérdésben, hanem az ellenfeleinknek, akik azt mondták, hogy ez nem jó, akik megtámadtak bennünket, hogy nem végrehajtható, akik azt mondták, hogy ennél sokkal jobb feltételeket is lehetne támasztani. Nézzük meg, valóban egy olyan döntés született a svájci jegybank részéről, amely egyébként nem példanélküli. A 70-es években már volt egyszer egy olyan döntésük, amivel elszaladt az az árfolyam politika, amit ők tettek. Szerencsére azt gondolom, hogy a piac vissza fogja igazolni azokat a várakozásokat, amik megtettünk. Egy dolog biztos. Nem szeretnék abban a tükörben mutatkozni, abban a képben mutatkozni, mint hogyha mi ezt előre tudtuk volna. Mi egy dolgot tudtuk, valamilyen módon rendezni kell a devizahiteleseknek a kérdését. És a kérdésének a másik fele, hogy a személyi kölcsönök, illetve a gépjármű hitelek vonatkozásában tervez-e a kormány valamilyen változtatást. Ebben a költségvetésben jelen pillanatban nincs ilyen mondat. Én is azt tudom mondani, amit a Varga Mihály miniszter úr, illetve a miniszterelnök mondott, hogy mindenki keresse meg a saját bankját, és próbáljon meg vele egyezkedni ezekben a hitelekben. Igen, ezt mondta tegnap valóban a Varga Mihály miniszter úr, és ugye a miniszterelnök úr is erre utalta pénteki rádió interjújában. A bankszövetség elnöke, Patai úr is ezt erősítette meg, ugyanakkor mégis érzem azt, hogy a hitelfelvevők és a bank közötti egyeztetésben azért kellene egy kis segítség. Ezt megtettük, hiszen ez a fair bankokról szóló törvény pontosan ebben nyújt segítséget, hiszen ez egyrészt azért kötöttünk olyan feltételeket a hitelek felvételéhez és a bankok tájékoztatási, nyújtási feltételeiben, hogy a hitelfelvevők és a hitelnyújtók között nagyobb bizalom alakulhasson ki. Kaptunk hideget, meleget azokban az időszakokban, hogy milyen módszerekhez nyúl 2010 után a magyar parlament és a magyar kormány, mik azok a feltételek, amiket mi a régi közgazdasági tankönyvekből másként oldottunk meg. Beszéltek itt unortodoxiáról, beszéltek itt arról, hogy nem lehet végrehajtani ezeket a megoldásokat. Jól látszik, bankadó, távközlési különadó, külön szektorális adók kérdésében, és most pedig ebben a hitelmentő csomagban is bennünket próbálnak megkövetni az unió más tagországai, és pontosan látható, hogy az összes támadás azért ért bennünket, meg azért támadtak, nehogy sikerüljön nekünk, mert akkor más is fog bennünket követni. Említette a fair bankokról szóló törvény, tegnap több szakember is megemlítette, hogy ami az autóhiteleseknek visszajár majd 2015 májusáig, ha jól tudom, az körülbelül fedezi ezt a 20-25%-os többletköltséget. Pontosan ezért mondtuk, hogy próbáljanak meg egyezkedni a bankjukkal, mert ebben a helyzetben van mozgástér még. Képviselő, nem kerülhető meg a kérdés az is, hogy január óta, illetve már ez decemberben elkezdődött, hogy bizonyos demonstrációk az utcára terelődtek, tehát a politizálás újra az utcán folyik bizonyos esetekben. Említettük itt az útdíjjal kapcsolatos tiltakozást is, de elkezdődött ugye az internetadóval kapcsolatban is. Hogyan kezeli ezt a kormány, illetve hogyan gondolkodik erről? Hát természetesen senki nem örül, hogyha éppen ellene folynak tüntetések, de én azt gondolom, hogy ezeknek a tüntetéseknek a háta mögött mindig egy jól behatárolható politikai szándék van. A zavarkeltés és annak a többségnek a lebontása, amelyik a jelen pillanatban a parlamenti többség mögött áll. Én mindenkitől annyit kérek, hogy a saját életébe próbálja meg belehelyezni az elmúlt időszaknak a történéseit, és ennek alapján mérje föl azt, hogy valóban ezek a tüntetések azok az ő életének a javítására, vagy éppen valami másnak a megoldására szolgálnak.
Egy kérdésünk maradt a végére, képviselő úr, ez már kicsit könnyedebb. Elindultak a helyi böllérfesztiválok, a hétvégén Ecseren volt, hamarosan Vecsésen, Zsálon is sorra kerül. Kiváló alkalom, ezt mondhatjuk, hogy a választópolgárokkal találkozzon, illetve eszmét cseréljen bizonyos kérdésekbe? Hát kapok én hideget, meleget, hogyha elmegyek egy ilyen alkalomra, mert azt gondolják az emberek, hogy ezek olyan dolgok, ahol a képviselő az mindig jól érzi magát, sokat eszik, és mindenféle ilyen dolgokat tesz. De én is azt szeretném mondani, hogy amikor az édesapám megtanított arra, hogy hogyan kell egy sertést szétbontani, bár ő nem volt sem hentes, sem más módon nem kapcsolódott ehhez, de mégis egy tradíció volt, amit családi hagyományként a legnagyobb fiúra hagyományozott. Én nagyon örülök neki, hogy ezeket most van, aki tovább viszi, és ezek az alkalmak jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy az emberek összejöjjenek, és valóban nem csak a közösségi portálokon, de ilyen helyzetekben is kapok néha hideget, meleget. Volt egy olyan alkalom, hogyha egy kicsit könnyedebben zárjuk le ezt az alkalmat, hogy odajött hozzám egy idősebb úriember, aki éppen a tavalyi egyik sikersztori, a kábítószeres drogteszt vonatkozásában hozott egy fiolát és egy edényt, amiben éppen valami más mintát kellene, és mondta, hogy ha kell, akkor ő nagyon szívesen ad egyből. Viszont olyan alkalmak is vannak, amikor meg lehet mutatni egymásnak, és a csapatokon belül meg lehet mutatni egymásnak, hogy milyen módon, milyen ételeket lehet készíteni. És hogyha ez így van, akkor ezt helyes dolgnak tartom, és köszönöm, hogyha meghívnak. És ilyenkor lehet találkozni a hungarikumokkal is, legyen az pálinka, vagy a hurka, mert azt hiszem ez a legfontosabb, hogy magyar emberek magyar ételeket, italokat fogyasszanak. Így van, és a legfontosabb, hogy ezek az ételek, amiket itt készítenek a csapatok, azok biztos, hogy mindenféle adalékanyagtól mentesek, és biztos, hogy lehet látni, hogy hogyan készültek, aminek nem is biztos, hogy mindig örülünk, de ebben a helyzetben azt hiszem, hogy nem finnyásnak kell lenni ebben, ez a végeredményt kell megnézni. Képviselő, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy itt folytatjuk, tehát az aktuális témákkal várjuk majd a következő hónapban is. Köszönöm szépen is. Kedves nézők, önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 15-20 percben dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő volt a vendégünk. A viszontlátásra.